Szeretettel köszöntöm Önöket a Villandégán Szegedi Naborba fennállásra 25. évfordulója alkalmából tartott évejöveteiben. Az est kezdetén egy rámegyőrás képen tekintsünk meg egy pillanat a Duna Televízió hatásolat magyar című sorozatának azt a részét, amelyik az Egyesület indulását idézi felületre a képviselőségről szól. Lehetne a kezdőpont 1993. februárja, amikor a Csongrád megyei bíróság bejegyezte a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének Szegedi Tagozata nevű egyesületet. De indíthatnánk 1991 őszével is, amikor az első Vajdaságból érkező menekültek tétován rohanni kezdték a Szegedi Kárász utcán. Vagy visszamehetünk az időben egészen Trianonig, amikor a délvidék lakossága egy másik országban ébredt, mint amelyben álomra hajtottak felé. Azután, sok vérontáson és szenvedésen túljutva, voltak olyan idők is, amikor élvezhették a jugoszláv gazdaság dübörgését, a világútlevelet és a látszat szabadságot. A 80-as évek vége felé Jugoszláviában egyre inkább gyengülni látszott a kommunizmus, illetve a helyzet a több pártrendszeren alapuló demokráciára. Megjelent az igény és a lehetőség egy vajdasági magyar érdekvédelmi szervezet megalakulására. December 1989-ben egy kezdeményező bizottság határozatot hozott a támogató aláírások gyűjtéséről. Egy kis falu, Dorosztó volt az első, amelynek lakossága azonnal, szinte teljes egészében pártolótaként csatlakozott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségéhez, vagyis a VMDK-hoz. 1990. márciusában itt zajlott le az alakuló közgyűlés is, amelyen elfogadták az alapszabályok és megválasztották elnöknek Ágoston Andrást. A szabadság lelkesítő érzése és a szép remények azonban nem tarthattak sokáig, mert a következő év nyarán kitört a háború. Gyakorlatilag azért kerültünk át a határ innenső oldalára menekültként, mert odahaza, a Vajdaságban ugye megalakítottak az első magyar szervezetet, pártot, nem hívtuk pártnak, de érdekvédelmi, magyar érdekvédelmi szervezetet. És nyilván látszott, hogy azokat próbálták behívni a hadseregben, ilyen kényszer bevonulásra, akik részt vettek ennek a szervezésében, és különösen a másod vonalat, tehát nem az első vonalat, nem az ágastanékat hívták be, nyilván az túlságosan kilógott van volvában, éppen azokat, akik az összekötők voltak, akik a szervezők voltak. Jugoszlávia tagköztársaságainak függetlenedési törekvései következtében 1991-ben kitört a délszláv polgárháború, megkezdődött a szövetségi köztársaság széthullása. Mind a szerb, mind a horvát katonai vezetés az ott élő magyarokat is csatasorba akarta állítani. A számunkra téves csatatér és az egymásra lövés lehetősége helyett azonban sokan a menekülést választották. A Vajdaságból, illetve a Drávaszőből a legtöbben Szeged, Baja és Pécs környékére, illetve Budapest felé vették az irányt. Mi úgy éreztük, és hát azóta erre vannak kimutatások is, hogy a magyarság, a délvidéki magyarság számarányától jóval nagyobb mértékben kapta a behívókat. És hát annak mi baráti körben megbeszéltük, hogy minket nem kívánunk részt venni. Mi nem éreztük azt, hogy ez a harc a mi harcunk volna, és nem éreztük azt, hogy nekünk külön eldönteni a délszláv népeknek az egymás közti harcát. Eldöntöttem azt, hogyha behívót kapok, akkor biztos, hogy elmegyek az országot, tehát nem megyek erre a csatatérre, amit tévesnek mondtak minden ilyen. Mert egyrészt a túloldalon magyarokra kellett volna lőni, Baranyai háromszögben ott éltek a magyarok, ott voltak a horvát oldalon. Másrészt a horvátokra se szerettem volna lőni.
Röszgénia ma már korszerű, nagy forgalom átengedésére képes határátkelő várja a Szerbiából Magyarországra, vagy Magyarországról Szerbiába átlépni kívánva. Pár száz méterre ettől azonban még állnak a régi útig. A 90-es évek elején itt jöttek át a menekülő vajdasági férfiak, akiket többnyire később követett a családjuk is. Akkor még azt gondolták, csak rövid ideig maradnak, a háború azonban elhúzódott. Négy évig az amnestia kihirdetéséig nem térhettek haza, hiszen katonaszökevényként letartóztatták volna őket. 1991. novemberében hagytam el az akkori Jugoszláviát, mert behívót kaptam a Vukovári frontra, és nem kívántam részt venni az akkori háborúban semmiféleképpen. Ezért kénytelen voltam átlépni az országhatárt. Kicsit kalandos körülmények között a sikerült. Táskában bedobáltam a legfontosabb holmikat, nyilván vagy egy-két ruhát és egy-két iratot, és beültem az autómba, hogy akkor most irány Magyarország. De mondták, hogy egyébként a falu végeken összeszedik már ezeket a katonai behívók erről menekülőket, és ezért a kollégán, a feleségem kolléganője ült a volán mellé, pedig a hátsó ülésen elheveredtem, és letakartak egy pokroccal, és így mentünk a falu végén ki. Amikor én is behívót kaptam, akkor pár napig még otthon bujkáltam, úgymond rokonoknál, ismerősöknél is, azután, mint hogy az a pár nap volt nem lett végül a háborúnak, már pedig akkor említettem, hogy ez csak maga kérdése. Akkor átjöttem a határon, és akkor egy útkereszteződéshez érkezve kérdés volt, hogy most Kispohalasra menjek, vagy Szegedre, hát éppen Szeged felé jött előbb autó, hogy meg bírtam stoppva állítani, és így kerültem Szegedre. Nagyon banálisan ennyi a történet. Volt ki egy útelágazás, az egyik a Szegedre vezetett, a másik Bajára, vagy Pécsre vezetett volna balfra, és én gondoltam, hogy a Röszkei határ ez egy nagyobb átkelő, és talán nem veszik annyira észre, mert lehet, hogy már a névsorok ott vannak az átkelő helyeken. A legtöbbekben a határon átkelve még nem tudatosodott, mit veszítettek. Ingatlant, bankbetétet, állást, egzisztenciát. Mindent előről kellett kezdeniük. A vajdasági magyarság azonban még ennél is többet veszített. Herceg János, a neves író így fogalmazott a hét nap hasábjain. Hazakerülnek-e valamikor szegények? Most már csak várni lehet őket és sírni utánuk, hiszen annyi remény és ígéret fűződött ehhez a nemzedékhez, amelyhez hasonló nem minden szökőjében jelenik meg ezzel az elárult tájon. Mi hiányzunk otthonról, mert mi gyerekeink pedig hiányoznak az otthoni iskolákból, tehát folyamatosan arról érkeznek a hírek, hogy milyen kevés az otthoni iskolában a gyermek, a magyar gyermek, és ezáltal a magyar osztályok zárnak be, magyar iskolákat zárnak be, és most a Szerbiát nézzük, hogy neki mi haszna volt ebből a háborúból, hát szerintem nem sok, de annyi minden esetre volt, hogy a úgynevezett Szlávia Leget tovább tudta erősíteni. Tegyünk egy kis kitérőt Budapestre, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjába. 2013-ban lezárult egy nagyszabású kutatás, amely a migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után címet viselte. Váradi Monika Mária munkatársaival Szegeden és Budapesten is készített interjúkat az áttelepültekkel. Akik a döntést meghozták, azok már többnyire megállapodott egzisztenciával rendelkező, az életüket Vajdaságban a tervező emberek voltak, és számukra ez egy nagyon nagy törést jelentett. Akkor is nagy törést jelentett szerintem, ha azóta sikeres elismert tagjai a helyi szegedi szakmai közösségeknek, társadalomnak, közéletnek. A gyerekek számára is lehetett egy törés, de attól függ, hogy mikor, hány éves korban érkeztek meg, ők már Magyarországot természetesen a szülőhazájuknak tekintik. A kutatási eredményeket a Tér és Társadalom című folyóirat tematikus számában tették közzé. Vizsgálták többek között azt, hogy az érintettek hogyan élték meg az áttelepülést, milyen fogadtatást tapasztaltak. Éles konfliktusokról nem hallottunk, viszont hallottunk a tudatlanságból fakadó ostoba megjegyzésekről, a lejukozni, leszervezni szomszédosztából érkezőket, egyszerűen azért, mert valószínűleg nem voltak pontos ismereteik a Magyarországoknak arról, hogy miként élnek ott Vajdaságban. Noha a Péter Szegedről
nagyon sokan jártak, meg Szegeden még a jugoszláv időkben is többen jöttek. Tehát volt egy élénk határmenti forgalom. A rendszerváltáson nem sokkal azelőtt átesett Magyarország lakosságának nagy része, akkor még nem sokat tudott a határon túli magyarokról. Kis Imre Ferenc publicista mindent megtett annak érdekében, hogy a Szegedi Napilap hasábjain informálja az anyaországiakat a déli határok alatti eseményekről. Az 1993-ban megjelent Joghurt forradalomtól a polgárháborúig című krónikája is ezt a célt szolgálta. Nagyon kevesen tudtak arról, hogy voltak éppen miért jöttek át délvidékről az ottani magyarok. Tehát, hogy itt mentenek a bőrüket, vagy a vagyonokat, vagy az egzisztenciájukat, ugye nyilvánvalóan, de hogy mit keresnek itt, és miért kapnak most segélycsomagokat, amikor annak idején ők még úgy emlékeztek a délvidéki magyarokra, hogy átjöttek, itt jókat ebédeltek, egy 500-as húztak a vonóba, valahol az egyik csárdában vagy a másikban jót mulattak, és akkor ezt nem is nézte mindenki jó szemmel, és megjegyzéseket tettek. Ennek ellenére Szegeden, ebben a hagyományosan befogadó városban az átmenekülők sok segítséget kaptak. A bizalom jele volt, hogy sokan ismeretlenül is adtak nekik befogadó nyilatkozatot, amellyel megkezdhették a hivatalos ügyek intézését. Még nem volt az embereknek munkahelye, nem is rendezkedtek be tartósan, mert úgy gondolták, hogy az otthoni dolgok gyorsan rendeződnek, és úgy is megyünk haza. Tehát gyakorlatilag alkalmi munkákat vállaltak, albérletbe költöztek, és így az utcán töltötték a napjaiknak a jó részét, hogy egymásról informálódjanak. Elég gyorsan meg is találtuk egymást az akkori sorstársakkal. Hónapokon belül találkoztunk itt-ott, leginkább utcán, bizonyos helyeken megjelentünk, és láttuk többen, hogy óriási a baj, mert nagyon sokan vagyunk, rengeteg az olyan honfitársunk, akinek semmilyen támaszkodó pontja, lehetősége, tudása nincs ahhoz, hogy egy számunkra akkor idegen országban, idegen rendszerben, hogy kell magukat elkalauzolni. Márton Tibor nem csak alapító tagja volt az egyesületnek, de az alapszabály megszületése is neki volt köszönhető, hiszen jogászként értett ahhoz, hogyan kell azt formába önteni. Én az akkori egyesületekről szóló törvény alapján már tudtam, hogy körülbelül hogy kell egy egyesületet megalapítani, mi szükséges hozzá, milyennek az eljárása. Stb. Úgyhogy 10-en meg is alakítottuk akkor a VMDK szegedi tagozatát. Akkor azonban sem székhelyük, sem pénzük, még egy telefonkészülékük sem volt, amivel elkezdhették volna a munkát. Egyszer olyan hozzánk, ahogy a táldogálunk, egy alacsony köpcés fiatal ember, göndörhajó, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor miben segíthetek? És ő bemutatkozott, ő volt Balog László, akkor a képviselő voltam a városházi közgyűlésben, és hát onnantól akkor már volt valamilyen támogatásunk is. Én korábban is ismertem a határon túli magyar szervezeteket, nagyon sok barátom volt Erdélyben, délvidéken, felvidéken, tehát érzékel voltam erre a témára. Találkoztam olyanokkal, akik munkásruhában, rövidnadrágban, papucsban ültek a sárga jogó autójukba és jöttek át, és ezek megérkeztek, se szállás, se pénz, se semmi, se próbáltam segíteni. Az egyesület első irodája itt, ebben a ma már romos épületben működött. Tetőnek nevezték el, hiszen alatt a menedéket találhatott az, aki azt keresett. Pusztai Lajos éveken át volt az iroda vezetője. Mögöttem látszik az az épület, amelyben a vajdasági magyar menekültek és az erdélyi kör tagjai, valamint a Magyar Kisebbségi Egyesület tagjai egy klubot alakítottak annak idején, és hát ez volt az a gyülekező hely, ahol összejöttünk, megbeszéltük a bajainkat, segítettünk egymásnak, különböző rendezvényeket tartottunk. Itt működött az az iroda is,
amely egy fax és telefonnal volt felszerelve, és innen sikerült intézni azokat a segélyszállítmányokat, amelyet a Vajdaságba küldtünk, Németországból, Svájcból, Angliából. Itt sok olyan eset is volt, amikor itt osztottuk ki ezeket a segélyszállítmányokat a rászorultaknak. A tetőben meghívták a bevándorlási, munkaügyi, egészségügyi hivatalok képviselőit, hogy az áttelepültek első kézből kaphassanak információkat a boldoguláshoz. A berendezkedés így viszonylag zöggenőmentesen végbe ment. Megjöttek, beleszavultak a levegőbe, megoldották a problémákat, tehát volt hol lakni, a gyerekek, ha már átjöttek, iskolába mentek, kinek volt munkája, kinek nem, próbáltunk nekik munkát szerezni. És pillanatok alatt, szinte egy-két hét alatt elhatározták, hogy ők akkor most egyesületet csinálnak, mert hogyha egyben vannak, akkor többet élnek, és jobban tudják képviselni az érdekeiket, nem az itteni érdekeiket, hanem a délvidék az otthon maradottak érdekeit. Amikor mindenben hiányt szenvedtek az ottani magyarok, úgy személyenként is, családonként, iskolákban, kultúregyesületekben, akkor általunk és rajtunk keresztül nagyon-nagyon sok különböző formájú, mennyiségű segítséget, csomagokat, akár könyveket, tanszereket, gyógyszercsomagokat, utána élelmiszert, sok-sok mindent tudtunk megfelelő utakon át úgymondván dobni, segíteni az ottani magyarokat. A VNDK szegedi tagozatának aktivitásáról korabeli újságcikkek garmadája tanúskodik. Mindent megtettek azért, hogy az anyaországi és a nemzetközi közvélemény figyelmét felhívják arra, mi történik a kisebbségekkel a széthulló Jugoszláviában. A forgatás kedvéért kikerestem a régi iratokat, és én magam is többenten tapasztaltam, hogy milyen bátrak voltunk, és milyen aktívak. Rögtön 7 hónapra a megalakulásunk óta már egy gyertyás tüntetést szerveztünk a Dugonis téren, még fotókat is találtam, annak idején itt vagyunk az elnök úrral ketten, és ez egy éjszakai felvétel, gyertyák vannak gyújtva. Azért tiltakoztunk akkor, mert ez 92. december 17-én volt, hogy mert a szerbiai vezetés nem tette lehetővé a menekültek és a külföldön élők részvételük december 20-ai választásokon. A VNDK szegedi tagozata által szervezett tüntetéseknek és egyéb megmozdulásoknak sok esetben nemzetközi visszhangja is volt. Minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy az otthon maradottak minél kevesebb veszteséggel, jogaik minél kisebb csorbulásával vészelhessék át a nehéz időket. Az egyesület első elnöke Hegedűs László volt, akit 2,5 év után Nagyabonyi Attila követett a poszton. Ő már 2 évtizede végzi nagy odaadással az elnöki teendőket. Közben a VNDK mint párt szétesett, a szegediek mégis megtartották a nevet, amely az ottani magyarság egységét és összefogását szimbolizálta számukra. Az egyesület funkciója lassan átalakult, manapság a legfontosabb küldetésük az, hogy a délvidéki magyarság kultúráját, értékeit és hagyományait bemutassák az anyaországiaknak. Az embereket összefogjuk, egy programot nyújtunk nekik, egy kapcsolattartást az otthoniakkal, behozzuk Szegedre a délvidéki magyar művelődést, tudományosságot, fotókiállításokat, kiállításokat, zenei bemutatókat tartunk, tehát tulajdonképpen a délvidék magyar műveltségét, művelődését hozzuk be egy kicsit a Szegedre, és ennek nagyon szép hagyományát alakítottuk ki. Az, amit mi otthon magunkba szívtunk, legyen bármi, és elsősorban ugye csak a jóra gondolok, azt tehát megismertessük, és azt a magyarországi magyar állampolgárok vagy testvérekkel, barátainkkal, meg az érdeklődőkkel is egyáltalán, és nagyon sokszor pozitív visszhangot kelt ez, mert tehát sokan kifejezték már a tetszésüket, tehát a magyarországi barátaink közül, hogy jó az, amit csinálunk, meg fontos is, meg
vannak állandó látogatóink, akik szeretnek a rendezvényeinkre járni, úgy érzik, hogy értéket teremtő és értéket képviseli az Egyesület munkája. Rendezvényeik nagy részét itt, a Millenniumi Kávéházban tartják. A könyvbemutatók, irodalmi estek, kiállításmenítók szinte mindig teltházasak. A programok előtt és után lehetőség van a kötetlen beszélgetésre a meghívott vendégekkel vagy egymással. Van egy elég jelentős réteg a városban, aki komolyan érdeklődik az Egyesület tevékenysége iránt, meg egyáltalán érdekli, hogy a határ kívüloldalán mi is történik. Tisztelt szaktársaim, barátaim! 25 évvel ezelőtt vajon kigondolta volna közülünk, hogy ma itt ünnepelni fogunk. Azokra napokra emlékezünk, amikor a délszláv polgárháború elől ide menekült délvidéki magyarok csoportra egyesületet alapított. Jellemzően azt lestük, azt figyeltük, mikor rendeződik otthon a helyzet, mikor omlik össze a Milosevicsi rezsim, és mikor indulhatunk haza, fordulunk el. Így a mi választás sem volt kérdés, hiszen olyan szervezetet akartunk alakítani, amely nevében is jelzi a szülőföldre szerepét képezzük itt Szegeden, és amint tehetjük, visszatérünk oda, ahonnan jöttünk. Mégis azt gondoltuk, hogy ha bár rövid időre is egy szervezetre kell összefogni az elmenekülteket, ahol képviselhetjük, kifejezhetjük érdekeiket, véleményünket, kéréseiket. Így indultunk 25 évvel ezelőtt. Az idő múlásával szembesültünk azzal, hogy hosszabb itt tartózkodást kell berendezkednünk, a hazatérés valószínűsége esélye egyre csökkent, minél inkább beilleszkedtünk az új környezetbe, annál inkább csökkent a hazatérés esélye. Amikor már illetődött a megélhetés, megoldódott a lakhatás kérdése, és családtagjaink is követtek bennünket, akkor már inkább ide tartoztunk, mint oda. De a gyökereinket nem adtuk fel, nem felejtettük el, hogy honnan jöttünk. A menni vagy maradni kérdése az otthon maradottokat is kínoszta. Értelmiségi vita alakult ki arról, hogy elárulta a hazáját az, aki elmenekült, illetve hőssé vált-e az, aki otthon maradt. Ezen mi is sokat vívódtunk. Végül azt mondtuk, az úton csak egyszer lehet végig menni. Ha pedig útelágazáshoz értünk, el kellett döntenünk, hogy jobbra vagy balra indulunk tovább. Ha egyszer az egyik irányt választottuk, később nem mondhatjuk azt, hogy én mégis inkább a másik irányba mennék. Döntéseinket nem tehetjük meg, nem történté, ugyanak a folyóra pedig nem léphetünk kétszer. A kezdőponthoz, illetve az útelágazáshoz nem térhetünk többé vissza. Szoros kapcsolatot ápoltunk az otthon maradottak szervezeteivel, és az első évek útkeresése után kezdtünk kultúra közvetítő tevékenységünkbe. Tari István Napszél című verses kötetét valamikor 1995-ben mutattuk be. A közönség soraiban összesen öten ültek. Én nagyon csalódott is voltam, és a szervezés csődjének tartottam bemutatónkat. Ezt szóvá is tettem a vendégünknek, aki azzal juttatott. Kard csörtetés háború idején össze tudtál szedni öt érdeklődőt egy költészeti este. Hát mit akarsz még ennél többet? Valahogy így kezdődött a művelődési tevékenységünk. Azóta számtalan könyvet, verses kötetet, néprajzi munkát mutattunk be, de a közönség már várja a következő estünket. Ez bátorít bennünket, ez sarkal újabbnál újabb estek szervezésére, pályázatok írására. Zenei bemutatók, táncházak, ifjúsági rendezvények következtek. Később nagy sikerű kiállításaink is voltak. 35 alkalommal szerveztünk táncmutatságot, de a legrégebbi hagyományunk a Mikulásvágó ünnepségek szervezése Tipszivel és Hopszival. Ezt a kezdetektől minden decemberben megtartottuk, legkisebbjeink nagy örömére. 2001-ben jártunk először Erdélyben, a Csíksomlyói búcsún. 6 nap alatt bejártuk a Székelyföld legismertebb látnivalóit és élményekkel telve értünk haza. Azóta újabbnál újabb útvonalakon keresztül Kassó bejártuk Erdélyt, sőt, azon túl a Csámbók földjét is meglátogattuk.
Aztán voltunk a Kárpátalján és a felvidéken is, Lengyelországba is bekukkantottunk, amikor megmásztuk Nereszvárának falait. Az idén két utat szerveztünk a Doberdói csatatérre, bejártuk az ismazói csaták helyszíneit. Délvidéki útjainkat az Aracsi pusztatemplom látogatásával kezdtük, ide aztán évről évre visszatértünk, vigyelve arra, hogy mindig más útvonalon jussunk oda. Így ejtettük útba Csúrogot, Muzsját, Magyar-Szent Mihályt, Törökbecsét is. Később a kopácsi halásznapokra utaztunk, bejárva a Drágaszöget, Nyugatbácskát, felkeresve a szlovonai magyar falvokat, Kórójot és Szent Lászlót. Tavaly kezdtünk kétnapos délvidéki túrákba. Tavasszal Tisza torkolatát és a szerénységet, ősszel pedig Versecet és Vidékit jártunk be. Szülőföldünk meg annyi kevésbé, vagy alig ismert tájegységét látogathattuk meg így. Évekkel ezelőtt egy forró májusi szombaton szabadkai barátunk dr. Hovány Lajos vezetésével 15-en körbejártuk a Ludasi tavat. A három órásnak mondott séta végül 8 órát vett igénybe, és kitikkadt csapatunk Maurer Oszkár hajdújárási udvarán a diófák hűslombjának takarásában, bort kóstolgatva összegezhette élményeit. 1995-től datálódik kapcsolatunk az Örményházi Ifjúsági Klub tagjaival. Ennek a délbánsági magyar falunak a lakossága a legvéresebb Milosevicsi időkben harcolta ki, hogy visszakerüljön a faluba 8 osztályos magyar tannyelvű általános iskola. Erről értesülve könyvgyűjtést szerveztünk, és azt átjuttatva érkeztünk Örményházára, ahol nagy szerettel elfogadtak bennünket. Dulka Andorral és családjával is akkor ismerkedtünk meg. Ők helyezték vissza a térképre ezt a Versec közeli települést. Azóta rendszeresen részt veszünk a Vittusz-Torontál vármegyéről, elnevezett a betélkedő és az evangelizációs szavaló versenyen is. Ők is rendszeresen részt vettek az általam szervezett ifjúsági találkozókon. Hasonlóképpen a régi és termékeny kapcsolatunk van a Horgosi Aracs Alapítvánnyal, az Aracs folyóirat szerkesztőjével, kiadóival is. Ez mellett számtalan más délvidéki kapcsolat ápolásán, továbbfejlesztésen is dolgozunk, munkálkodunk. Legújabban a Magyar-Szent Mihály hagyományából betlehemezőkkel léptünk kapcsolatba. A napokban negyedik alkalommal láthattuk őket vendégül a szögedi adventi forgatagban. A szegedi együttműködő szervezetek hosszú sorából a Magyar Kisebbség Információs Egyesületet, az Ötágúsi Kulturális Egyesületet, a Katolikus Ifjúsági Alapítványt és a Meritum Egyesületet emelném ki. Általuk ismerhettük meg Jóhor Lászlót, Mécs Lászlót, Kirsni Tóth Erzsébetet, Horváth István Kárnót, Károlyné Margót, Ág Zalánci és Imrét Urányi, Gábor Karagót Pétert. A sort a végtelenségig folytathatnám. A 2000-es évek elején a katolikus egyház visszakapta a Dónistéri épületét, amely a pincében kialakították a Millennium Kávéházat. Első itteni emlékem a Székely Kevelyek disznóvágás színű színjátékának bemutatása volt. Aztán rövidesen mi is ide szoktunk, miután a Bolyai utcai tető bezárásra került. Az országgyűlés pályázatán 2001-ben nyertünk egy 13 négyzetméteres irodát a Kossuth Lajos sugárúton, de ott rendezvényeket nem szervezhettünk, ezért új helyszín után kellett néznünk. Így kerültünk a Millennium Kávéházba, a Milkába, ahol jó szívvel, szeretettel fogadtak bennünket, mi pedig igyekeztünk megtalálni a bizalmat. Ez a tulajdonképpeni főhadiszállásunk, köszönjük a Milka csapatának az együttműködést. Támogatóinkat is meg kell említenem. Közhasznú egyesületünk 400-os története alatt folyamatosan tényleges tagdíjfizető tagsággal rendelkezett. Az általuk befizetett összeg képezte egyesületünk mindenkori anyagi alapját. Nélkülük senkit lennénk. A tagdíj bevételt az egyéb adományok és az 1%-os bevételek egészítik ki. Az összes többi pénzünk pályázati támogatásokból származik, ki kell emelnem Szeged városának mindenkori támogatását,
sikeresen indultunk a Nemzet Együttműködési Alap, a Csongrád megyei önkormányzat és a Magyar Művészeti Akadémia pályázatai is. Tagságunk is alaposan átalakult az élet folyamán. Kezdetben csak a délvidékről és az egykori Jugoszláviából ide menekültek gyűjtőhelye voltunk. Már a tagság egyharmada már nem is rendelkezik délvidéki gyökerekkel. Őket rendezvényeinkkel, értékelünkkel hozzuk soraikba. Az alapításunk óta velünk lévő aránya szintén 30%-nyi, a fennmaradó harmad pedig később hozzánk csatlakozott vajdasági származású. Az új tagok új ötleteket, gondolatokat hoznak magukkal, ezzel is segítve egyesületünk továbbélését. Mondandómat röviden összefoglalva. Nagyon sok munka, számos rendezvény és a szertágazó tevékenység tartotta meg egyesületünket 25 éven keresztül. Ebben nagyon sok tagtársunk, barátunk, rokonszervezők munkája, vagy legalább bátorító hozzáállása rejlik. Ezért mindenkinek köszönettel tartozunk. Mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy közhasznú egyesületünk a további évtizedekben is fennmaradjon, összetartást, elkötelezett, következetes, kitartó munkát, együtt gondolást kívánok. Köszönöm szépen! És kulturális egyesület elnöke és Dorozsmai Tájház alapítójaként állunk ki. A fiatalok a Dorozsmai Tájházba 5 napon keresztül összevonnak esténként, 6 óra tájba, és saját örömükre, szórakozásukra magyar népzenét játszanak citerán és négy dolgokat énekelnek. Kezdem a bemutatkozást. Deli Alex, te vagy. Vas Ádám, Princi Teo. Deli Valen, Princi Teo. Kovács Vivian Ramona, Princi Teo és ének. Még egy délvidéki Óbecséről Deli Júliana ének. Az estére önök tiszteletére kalocsai népdalokkal és a közelgő karácsonyi ünnepekre, karácsonyi dalok ráhangolódásként karácsonyi dalokat fognak elénekelni. Kérem, fogadják olyan szeretettel, tisztelettel, mint a lelkesedéssel készültek ebben a műsorban.
azoktól, mert a est végét követő kötetlen beszélgetés alatt még majd szórakoztatnak bennünket egy kicsit. Most viszont szeretném felkérni Kisimber Ferencet, egyesületünk elnök helyettesét, hogy ő is mondja néhány szót az elmúlt 20 évben. Köszönöm szót. Viszont egy kicsit zavarban vagyok, nem azért, mert most kedves barátai önök elé kell válni, hanem én készültem. Azt gondoltam, hogy 25 év, akkor 25 oldalt kell írni, és nem kell beszélni. Aztán felvilágosították, hogy mégse kell annyi, úgyhogy klasszikusan megúsztam a rövidítettem, és így 24 lett belőle. Komolyra fordítva a szót, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, csaptársaim, bár közhelynek tűnik, de úgy érzem, mégsem az. Nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, röviden összefoglalni a 400-os kulturális tevékenységet, amelyet egyesületünk ebben az időszakban megvégzett. Mert hogy most is kavarognak az érzések az emberben, és az első azon nyomban saját magára irányul. Istenem, milyen fiatal voltam 22 éve ezelőtt. Ez kétségkívül így van, volt, de rövvest mellé kell tenni azt is, hogy olyan pokoli nehéz helyzetben voltunk akkor, tehát az már itt egyébként többször is elhangzott, egzisztenciát teremteni, betegít a családnak, megszokni az új környezetet, aggódni azért, hogy betogadnak-e, aztán a gyermekeink milyen rossz élménnyel érkeznek haza az iskolából, esetleg lejúzzák őket, aztán hogyan tudatosítunk bennük, hogy ők ugyanolyan magyarok, mint bárki más. Nem ünneprontó számítva mondtam el mindezt, csak érzékeltetni akartam, hogy ezekkel a ránk rakodott lelki terhekkel együtt élve kellett felépíteni egy kis közösséget, amelynek egyik célja a délvidéki kulturális értékek bemutatása, megismertetése, tagságunk és az idő közben hozzám csatlakozó szegedi és környékbeli közönség számára. Aztán elkezdtünk építkezni. Kezdetben olyan előadókat hívtunk meg, akik tájékoztattak bennünket a tartózkodás engedélyek körül tudnivalókról, az esetleges szociális juttatásokhoz való jogosultságunkról, később a letelepedéshez, illetve az állampolgársághoz szükséges papírjaink megszerzéséről. Mindeközben lázasan kezdtük a munkát, az első időben bármilyen, később a szakmai képesítésünknek megfelelő. De minket is megkerestek. Sokan. Mindig is voltak jó szándékú emberek, az önkormányzatnál, a megyénél, de magasabb szinten is segíteni akartak, ha tudtak. Mert hogy sokan közülünk nem akartak úgymond senkitől semmit elfogadni. Akkor még töretlenítettek abban, hogy elmúlik gyorsan ez az őrület ott délen, és hazamennek otthonaink. Hát nem mondták, sőt, fokozottak. Aztán maradtak, és maradtunk. Megkerestek bennünket a nemzetközi szervezetek képviselői is, mint később kiderült, főleg azért, hogy informálódjanak a délszláv konfliktust kiváltó okokról, hazatérési szándékainkról és hasonlókról. Megjöttek az újságírók is, hazaiak, külföldiek egyaránt. Őket nem igen érdekelte, hogy velünk mi történik, hanem például az, idézem, hogyha elmegyünk Szeged legmagasabb épületének a tetejére, onnan látszanak a harcok. Döbbenetes, ezt egyébként egyik neves magazin polforgatóra kérdezték. Szegeden a tető alatt, láttuk a filmben is, ugye a Bolyai utcai kis székházunkban fogadtuk a vendégeket és akkori taktársainkat. Kicsi volt, korszerűtlen, összezsúfolódtunk, néha még a függő folyosókon is álltak emberek. Elkezdtünk szervezni irodalmi esteket, könyvemutatókat. Ritkábban, mint most, de amennyire időnk és lehetőségünk volt, szóval a délvidéki torforgatókat, költőket, történészeket, szociológusokat, teológusokat hívtunk meg a Bolyai utcában. Már akkor is rendszeresen megszerveztük a délvidéki partizán népjétás áldozataira való emlékezést, kezdetben a fogadalmi templomban, majd a város más templomaiban és más-más felkezetekben. Úgy érzem, ez volt a hőskora egészségnek munkatársa. Nagyobb lendületet vett a tevékenységünk, amikor irodát kaptunk a Kossuth-Alsó-Bálnoknak.
Ekkor már a fejlődésnek abban a stádiumában volt, amikor nem kellett egy alig 6x4-es irodahelyiségben tartani az összejöveteleinket, hanem rendezvénytermet bérelhettünk. Ez ma is így van, és legtöbben itt, az Attilával is elmondott, Millenniumi Kávéház rendezvénytermében találkozunk, nyári hónapok kivételével szinte mindenképpen. Kulturális tevékenységünk is akkor erősödött, amikor több vendéget tudtunk hívni, nem csak körülmutatókat, hanem fotókérdőjárásokat kérdeztünk. Megemlékeztünk történelmünk jeles dátumairól, zenészek és énekesek értettem el. Mindenképpen meg kell emlékenünk a nálunk vendégeskedőkről, hogy nem csak a Vajdaságból, hanem Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Horvátországból, sőt, Németországból, Kanadából és Ausztráliából eljöttek hozzánk, távolgoztak magyarjaink. Sokat tanultunk tőlük, de ők is azt mondták, hogy tőlük tanultak. Mi tapasztalatainkat, a talpomaradásunkat, magyar identitásunk megőrzésére tett kitartó erőfeszítéseinket. Erre büszkék lehetünk. Csak úgy, mint arra, hogy könyvadományainkat segítettük a határon túli iskolák, egyesületek könyvtárát, hogy részt veszünk a Kárpát-medencei honismereti találkozókon, amelyeken beszámolunk tevékenységünkről és eredményeinkről. Büszkén mondhatjuk azt is, az elmúlt negyedszázad során felkerestük, meglátogattuk a trianoni végeligtátom által elcsatolt magyar területeken, az immáron az anyaország határain túlélő testvéreink egyéb közösségét, és itt is nem csak a délvidéken, hanem ahogy elhangzott Erdélyben, Csángóföldön, Kárpátalján, felvidéki Szepességben, Horvátország Baranyában is. Beszámolhatunk arról is, mint említettem, hogy minden évben fejet hajtunk a több tízezer ártatlanul lemészárolt délvidéki magyar emlék előtt, itt a Tiszapatri városban, csak úgy, mint a budapesti bazilikában, minden év novemberének utolsó vasárnapján egy kegyeleti szentmisén. És itt mondjuk el, hogy soha nem feledkezünk meg azokról a történelmi eseményekről, amelyek jelentősen befolyásolták Magyarországon sorsát életből. Tavaly szerveztük a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadsághoz 60. évfordulójára azt a 7 alkalomból álló nagyszabású rendezvénysorozatunkat, amely során dokumentumfilmeket vetítettünk, könyvemutatókat tartottunk, történészekkel beszélgettünk, történelmi éles, de nincső napjairól. Sok kedvező visszajelzés érkezett hozzánk, elvégzett munkánkról, amire úgy tekintünk vissza, mint egyesületünk egyik legnagyobb és legsikeresebb vállalkozására. Végezetül, de nem utolsó sorban, szeretnék arról is szólni néhány szót, hogy tagságunk és közönségünk egyre inkább elfogad bennünket. Mire alapozom ezt a kérdést? Elsősorban arra, hogy érezhetően elhalványul, talán nem is tűnik az a korábban megcsontosodott felfogás, miszerint nem megyek én oda, nem tudok politizálni. A VMDK-t azonosították tehát egy politikai szervezettel, ami sosem volt megfelelően érdeklődő egyesülés Szegedet. Ma már mindenki tudja, hogy mi közhasznú művelődési egyesületként prosperálunk, az a kifejezés bennem egyébként az elnevezésünk is. Következetesen a feladatok iránti alázattal tesszük a munkánkat. Azok pedig, akik ezt megtapasztalták, rájöttek, hogy komoly kulturális értékeket közvetítünk, tagságunk és tágabb értelemben véve egész közösségünk felé, hogy csatlakoznak, csatlakoztak hozzánk Szegeden, a város vonzás körzetében, de még a Székes fővárosban is Budapesten. Bízom abban, hogy munkánkkal, ilyen irányú tevékenységünkkel a jövőben is elnyerjük majd az önök, a bizalmatokat. Adjon ehhez erőt, egészséget, kellő bölcsességet a Jóisten mindjártunknak. És köszönöm a tisztelő figyelmet. A Szolmány Lépről Szegeden című írását.
díjas bemondó vagyok, teszem hozzá. Pénymár korónál is a betűnket nagyobbakra cserélted, úgyhogy ígérem, ez a lepedőnyi nem lesz olyan hosszú, mint ahogy kinéz. A szokásosnál is nagyobb érdeklődés mellett mutattuk te kedden este Szegeden a Millennium kávézóban a Magyar Szó által az idén kiadott Szórvány Lépben második könyvet. Persze, hogy teljes legyen az ismertető, szóltunk az első kötetről is, amellyel már egy korábbi hasonló esten megismerkedhettek az érdeklődők. Közülük a legtöbben Vajdaságból kerültek az országhatáron túlra, de voltak tőzsdökeres szegediek, sőt, más településről is érkeztek a mestre. Vendéglátónk ezúttal is a VMDK Közhasznú Művelődési Egyesület volt, amelyről Nagyabonyi Attila elnök elmondta, hogy hosszú idő óta olyan rendezvényeket szervez, amelyeknek van vajdasági kötődésük is. Kis Imre Ferenc, egykori Magyar Szós kollégánk köszöntőit követően Balogh József beszélgetett a Magyar Szó szerkesztőivel. Barin Márta főszerkesztővel, Kabó Kerik a főszerkesztő helyettessel, Nagy Magdolnával a naptár szerkesztőivel, és Bodor Istvánnal a Szórvány Lépben című kötetek szerkesztőivel. Arra a megállapításra, hogy az utóbbi néhány évben szokatlanul sok könyvet adott ki a napilap szerkesztősége, Varjú Márta megjegyezte, hogy így hozta a sors, de a sors kezét mi fog. Főszerkesztőként eltökélt szándéka volt ugyanis a könyvnaptár visszaállítása, és csak hamar bebizonyosodott, népszerű az olvasók körében. Ezt követte, miközben a naptár évente rendszeresen megjelenik, a lap 7 évtizedes történetét bemutató könyv, majd a Szórvány Lépben 2 kötete, illetve a kettő között a Menedékben című, az 1956-os forradalom évfordulójára megjelent kiadvány. Hozzátette, hogy a Szórványról szóló kötetekkel egyúttal a kihalóban levő rigort műfaját is igyekezünk éltetni. Bodor István a Szórványban élő magyarság megmaradásának néhány fontos mozzanatára mutatott rá. Elsősorban Reményik Sándornak a már közhelyi idézett soraira. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Megjegyezte, hogy ismét hallott olyan észrevételeket, miszerint talán nem kellene nagyon ragaszkodni a kis létszámú osztályok megnyitásához, mivel ennek pedagógiai, beilleszkedési, szocializációs hátrányai vannak. De épp a korábbi tapasztalatok igazolják, hogy az iskola teljes feladása gyorsítja a kisközösségek szurványosodását, és egy bezárt iskolát csak sokszoros erőfeszítéssel lehet újra kinyitni, akkor is, ha megnövekszik a diákok létszáma. Beszélt arról a különös élményről is, hogy bár azt hihetnénk, hogy a Szórványban a többségi közösségbe beolvadó anyanyelvük feladásával nemzeti identitásukat is teljesen feladják. A riportokból kiderült, hogy a magyarul már nemigen tudók is sokan határozottan kimondták, hogy ők magyar nemzetiségűek. Kabók Erika a Szórvány riportok és a könyvek ötletgazdája szervezte meg is, közölte sorozataiban a Magyar Szó hétvége mellékletében ezeket a riportokat. Igen, hát a nagy számok előnöknek a figyeletében, akkor most fogom befejezni, és előnök is beszélt 21 oldalat, ez már nem is olyan sok. Nem jogatok senkit, elmondom, hogy az est befejezése után tulajdonképpen részletesnek befejezzük a hivatalos részét. Összegyűjtöttünk egy kis képanyagot, fotóanyagot, amelyet vetíteni fogunk, közben beszélgetünk, aztán ide nézhetünk, elmondjuk, ami érdekel bennünket. Rövidre fogom, kb. 3500 fotóhoz válogattam. Nagyon szeretem az ilyen nagy számokat, ugye? Jó hosszú idő
összeáll, és méghozzá azzal a céllal, hogy bemutassuk mindazt, amit elmondtam. Nagyon sok minden elmondott, nagyon szép és jó, de hát most láthatjuk majd. 2006-tól volt ilyen fotós anyagunk, és azon volt megjutott talán, hogy a legérdekesebb. Elsődleges célom, még egyszer mondom, az volt, hogy mindenki legyen rajta. Tehát óvatlanul Attila meg valószínűleg én is legtöbbet szerepelünk, mert ott voltunk szinte mindenütt, de mások is, tehát a taktársai, a fellépői, az irodalmi estek, az irodalmi estek a főszereplői. Én szeretném ezzel kapcsolatosan mondani, és akkor most én adom át a szót, nagyon hogy Attila. Köszönöm szépen. De akkor mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számban megtisztelték a megemlékező ünnepségünket, ezt az első 25 évet lezáró festünket. Május 21-én voltunk tulajdonképpen 25 évesek, és 23-án volt egy közgyűlésünk, akkor jelentősen megünnepeltük a évfordulót, de úgy beszéltük meg, hogy azért majd ettől egy kicsit komolyabban és ünnepélyesebben is meg fogjuk ezt ünnepölni, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez, akár a szervező munkával, akár a dalokkal, akár a citerásoknak, mindenkinek kérem, nagyon szépen köszönjük, és mindenkinek szeretnék békés és boldog karácsony kívánni, és remélem, hogy az egyes felünk is a vágon is tevékenykedni tud, és ehhez tovább is számíthatunk az önök segítségére, támogatására. Köszönöm szépen! Szerintem mindenki kap pezsgőt, lehet választani, ugye van ugye száraz, édes és ugye mentes. Egy mentes. A mentes az a szép színes. Ugye buborékmentes. Koncintalánk majd a jövőre, a múltra, és aztán egy kis szeretett lakomára kérnénk a kedves megjelenteket, hogy még kesélyesünk szét, hanem beszélgessünk, legyünk együtt. Talán a székeket egy kicsit félre lehet majd volni, hogy jobban elférjük, és akkor még egy kis időt legyünk körülbelül. Thank you.
Yeah.